lenne egyébként nem gólt kapni, és hogy ott egy legyen a vendégeknek, az nem hiányozna. És kettőre csökkenhet a különbség, ha góllal zárjuk a támadásunkat. Márpedig góllal zárjuk! Márpedig góllal zárjuk! Gál Roland! Gál Rolcsi labdát szerez, ez nagyon kellett szintén, és bedobja. Jól van, eddig csak Gál Roland tudott gólt lenni tőlünk. Most a pályán lévők közül ugye Kunszabi, koráncsem egészséges. Jaj, de szép gól dobott Pál Tamás. Hú, de kellett ez a gól. Hú, de kellett. Én azt hiszem, a Katona-Konyári duóra eddig egy rosszabbunk sem lehet. Na, Csoba Jandis, kellett már egy szélgól is. Kunsza Bolcs! Jól van, betalál Szabi, ez igen, bravo! Na nézzük, Szabó Peti. Csoba Jandis. Bravo, Andris, nagyon kellett. Remélem, sikerülni fog a felzárkózás. Gál Roland betalál, így van. Jól van, 9-8. Bravo, Rolcsi. No, fiú. Pál Tamás, jaj, de szép bejátszás. És egy szép gól, bravo. Szép volt, fiúk. 13-13. Jövő héten foci meccset láthatnak azok, akik itt felnyomtó sporteseményre akarnak menni. Jaj, de kellett! Felföldi Robi védése! Pál Tamás jól játszott az első félidőben. Fontos gólokat szerzett! És Szabó Péter! Pál Tamás bejátszása után! Na, megvan a vezetés! Orosz Pál Tamás, Gál Roland. Gál Rolcsi! Bravo, Rolcsi, ez az! Nagy Zsolt rontotta el. Szabó Peti indít. Csobai Andris egészen gyönyörű gólt szerez! Bravo! Orosz visszaszerzi. És Gál Roland. Bravo! Három gól az előny a fehérgyarmat csapat birtokában. Kunsza Bolcs! Mekkorát küzdötte, jó ég! És Pál Tamás! Iszonyú nagy goldog! Pál Tamás dobja a 19. gólunkat! Pál Tamás! Ellenállhatatlan! Tarthatatlan! Na nézzük szélről! Felföldi! Hihetetlen! Többek között a múlt heti Bőcsi győzelem is nagyon értékes. Gál Roland! Hihetetlen! Csobai! Háj! 22-16! Micsoda játék, te jó ég! Csobai dobja a gólukat! Gál Roland, Pál Tamás! Kunsza Bolcs! Szabó Péter, Gál Roland, ott a gól. Ott a gól! És ott van a 7 gól különbség. Legyen könnyed, felszabadult játék, szép gólokkal, azt kívánom. Valamennyiünknek. Kunsza Bolcs, a gladiátor. Siket Tibor, Szabó Peti. És itt igazi népünnepé lesz. Arra mérget veszek. Pál Tamás! De jó ég, mekkora gólt dobott megint. Úgy gondolom, hogy egy emlékezetes este volt ez a mai. Itt legalábbis az egészen biztos, akik itt voltak a Fenyőti Városi Sportcsarnokban. Gál Rolcsi!
A fehérgyarmati csapat óriásit küzdött. Egy óriási nagy második félidőt produkáltak a srácok. És teljesen megérdemelten gyűjtik be a bajnoki pontokat, és a közönség, a szurkolók vastapsát, elismerését. Jó volt ma ismét itt fehérgyarmati Dukkernek lenni.